Egy emlékezetes helyzet volt a pályafutásom során. Egy családi ház égett. Én pont a tetőn voltam, és onnan próbáltam oltani a lángokat. Két gázpalack felrobbant, és kicsaptak a lángok. Tudtam, hogy a többiekre számíthatok, szóval akármi lesz, akkor ők majd segítenek. Ez egy nagy család. Itt nekünk együtt kell dolgozni, ugyanis nincs két egyforma káreset. Jobbá tesszük egy embernek az életét, vagy megkönnyítjük, megmentjük. Csak a mellettünk lévő bajtársunkra számíthatunk. És mi azért vagyunk ott, hogy segítsünk. És az az érzés, amikor segítünk egy bajba jutottnak, akár balesetnél, akár tűznél, az egy olyan érzés, amit megtapasztalni lehet csak. Azt így nagyon nehéz szavakkal elmondani. CrossFit-et versenyszerűen űzöm, legjobb eredményem a tűzoltóknak és rendőröknek rendezett világjátékokon a második hely. Ez sokkal több, mint sport számomra. Ennek köszönhetem azt, hogy az életem teljessé tud válni. Ennek köszönhetem a mennyasszonyomat, ennek köszönhetem a barátaimat. Idén Kanadában lesz a tűzoltóknak és rendőröknek rendezett világjátékok, és ezen nagyon szeretnék nyerni. Nekem ez túlmutat az egyéni érdekeken, én ezen a versenyen szeretném a hazámat és a magyar tűzoltókat megfelelően képviselni. Ahhoz, hogy ezt a világbajnokságot megnyerjem, nekem segítségre van szükségem, és minden támogatásért hálás vagyok. Köszönjük!